Hello! Mekmenemi Márk vagyok, üdvözlöm Önöket a kirakatban, a TV Deco havonta jelentkező riport műsorában. Valószínűleg már az ősember sem hagyta hidegen, hogy milyen rajzok díszítik barlangja falát. A barlangot szerencsére már magunk mögött tudjuk, de közvetlen környezetünk, otthonunk berendezése egyre fontosabb szerepet tölt be életünkben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Lakástrend kiállítás immár 9. éve vonz egyre nagyobb tömegeket a műcsarnokban. A közönség itthon élőben ismerheti meg a lakberendezés, az interjőr tervezés és a dizájn legújabb tendenciáit. A műcsarnok tereiben, a bútorokon, a textileken, a csempe és szaniter újdonságokon kívül több érdekes esemény kiállítás is helyet kap. A kiállítást a szakmának és az érdeklődőknek szánt izgalmas kérdéseket boncolgató szakmai előadások kísérik, valamint az éjszakába is belenyúló látványos performanszok és könnyű zenei rendezvények teszik még változatosabbá a tárlatot. 9 esztendővel ezelőtt, amikor a kiállítást elkezdtük szervezni az Iparművészeti Múzeumban, azzal a céllal indultunk neki, hogy összegyűjtsük azokat a forgalmazókat Magyarországon, akik a csúcskategóriás termékeket forgalmazzák, külföldi nagy olasz gyárak, német gyáraknak a termékeit, akik kint külföldön már évek, évtizedek óta forgalmazzák a csúcskategóriás, exkluzív és minőségi termékeket. Ennek gondoltunk egy olyan prezentációt biztosítani, amire nem volt korábban itt Magyarországon lehetőségük. Az első időkben nehéz volt összehozni azokat a cégeket, akiket igazából szerettünk volna itt látni, és hosszú évek szorgos munkája alapján sikerült a szintet minden évben egyre egy följebb tolni, és egyre inkább azt a szintet elérni, amit az induláskor elterveztünk saját magunknak. Harminc kiállító vesz részt a rendezvényünkön, akik külföldi gyáraknak a magyarországi forgalmazói, illetve a kiállítás abszis részében 600 négyzetméteren magyar tervezők, formatervezők, iparművészek, bútortervezők állítják ki a dolgaikat, amiket az elmúlt év folyamán terveztek, illetve a Magyar Iparművészeti Egyetem végzős hallgatóinak van lehetősége egy bemutatkozásra tulajdonképpen. Elsősorban kiállításként hoztuk létre ezt a rendezvényt. Szándékosan nem az volt a cél, hogy egy vásárt csináljunk. Ilyen rendezvény már van a piacon. Sokkal inkább az volt a cél, hogy egy olyan interjúrokat tudjunk sugalni az embereknek, amik alapján elindul a gondolkodásuk, és egy kicsit ingereket tudunk bennük kelteni. Úgyhogy meg lehet természetesen vásárolni a dolgokat, van lehetőség üzletkötésre is, de hála Istennek árcédulák nem szerepelnek a termékeken. Minden, ami design címmel, a Magyar Iparművészeti Egyetem Design Manager szakos hallgatói idén is önálló koncepcióval készültek a kiállításra. Céljuk az, hogy felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy a design nem valami távoli, nehezen értelmezhető fogalom, hanem a mindennapok része. Lakásunk berendezési tárgyai, öltözetünk, a vizuális kultúra elemei mind-mind olyan termékek, amelyeket iparművészek terveznek. Miért van az, hogy ilyen előszoba, meg ilyen dolgok vannak kiírva? A koncepció az volt az idén az egyetem hallgatói között, hogy egy lakást rendezzünk be, és azt mutassuk meg, hogy az iparművészek által tervezett tárgyak, azok egy lakásban hol lehetnek jelen. Tehát, hogy jelen lehetnek egy előszobában, egy gardobszekrényben, jelen lehetnek egy étkezőbe, a tálalóba, de az asztalon is.
És hát ugyanilyen módon jelen lehet a gyerekszobába is, ahol nagyon fontos, hogy a gyerekek vizuális kultúráját ugye meghatározzuk. És ez egy olyan lakás, ahol minden nagyobb helyiséghez csatlakozik egy felülvilágítós kiskert. Egy építész hallgató Csóka Bálint tervezte magát az elrendezését a háznak. Hát itt mindenféle gyerekjátékok, meg piknikkészlet, ami gyerekek játszhatnak főzőcskét. Hopp. És ha tovább megyünk, akkor itt be tudunk kukucskálni az étkezőhöz tartozó kertbe, ahol egy team munka feladatot láthatunk. Ez úgy néz ki, hogy az egyetem hallgatói közül négyen összeállnak különböző szakosok, és akkor megpróbálnak egy enteriőrt létrehozni, és ez egy ilyen kerti étkezős enteriőr. Itt láthatunk amúgy még ékszereket, a formatervező tanszék fémműves tervező szakos hallgatóitól, és ha tovább megyünk, akkor be tudunk kukkantani a konyhába, ahol próbáltunk minden olyan tárgyat összeszedni, ami egy konyhában, amúgy egy hétköznapi konyhában jelen van, azért, hogy lássák az emberek, hogy a szemeteslapáttól, a kukától kezdve mindenféle tárgy lehet az, amit a hallgatók terveznek, és van egy nagyon szép boros polcú, hogy azt lássák, hogy tulajdonképpen a boros címke is ugye iparművész által tervezett remek lehet, és a boros poharak, a dekanter és a dugóhúzó is. Ő egy dugóhúzó. Hogy állunk a hálószobában? Na, hát a hálószobában egy tavaly diplomázott hallgató munkáját láthatjuk, és ezen kívül fotókat, függönyöket, tehát olyan elemeket, ami hát minden hálószobában megtalálható. Itt van nekünk gardrob szekrényünk is, ahol táskák és ruhák vannak, minden tényleg olyan dolog, ami a lakásunkban jelen van. Van egy kis fürdőszobánk is, ami nem olyan kicsi, mert azért 8,5 négyzetméter. Én is szeretnék ekkora fürdőszobát. És itt tulajdonképpen a fő cél az az volt, hogy a WC-kefe is lehet egy olyan tárgy, ugye? Amit hallgatóink tervezhetnek. Zuhanyfüggöny, sajnos a kamerából jöhet a víz. Tehát, hogy ez is egy olyan helyiség, ahol megjelenhetnek azok a tárgyak. Ez egy papucs, ezt jól igen, láttam? Ez egy strandpapucs. Az egyetlen kilógó tárgyunk innen ez a készlet, ami tulajdonképpen tejkiöntő, csak nekem annyira fürdőszoba érzésem volt tőle, hogy ez a fürdőszobába került. Nekem valahogy nagyon egy fürdőszoba ilyen kézmosós dolog jött. Az a helyiségünk, amivel most megyünk, ez egy ennek a lakásnak a műterme, ami most mint vetítőszoba működik. Tehát a videó szakos hallgatóknak a munkáit lehet majd megnézni. Itt bizonyos időközönként váltakoznak a filmek, van egy összeállítás, amit a hallgatók összeraktak nekünk azért, hogy itt láthassanak belőlük is ízelítőt. És tulajdonképpen ha arra megyünk, még akkor van egy kis közlekedőnk, és ott vissza is tudunk térni az étkező felől a lakásunk kijáratához. Hát itt is egy gardrob szekrény, amiben mindenféle párna, sakkészlet, könyvek kaptak helyet a hallgató munkák közül. És hát ugye a fő szintér az tulajdonképpen az étkező, mint ahogy ugye legtöbb rendes családi házban is, vagy lakásban is, az étkező az, ami ahol az élet zajlik. Ahol az élet zajlik, az étkező meg a konyha, ez igen. Az és hát igen, és a konyha pulton is olyanok vannak, kés, aprítók, salátás készlet, tehát csupa olyan dolog, sószórók, ami tényleg a mindennapjainkban is ott van. És nagyon fontos, hogy lássák azt az emberek, és ugye a cél az ezzel a kiállítással az, hogy azt lássák, hogy tényleg a hétköznapi, ami minket körülvesz, az mind olyan tárgy, ami egy iparművészeti remek is lehet akár. A kiállítás egyik futurisztikus szeglete a kristályfürdőszoba. Tervezőjét a koncepcióról kérdeztük. Coming out of the crystal by himself. Magától a kristálytól származik az ötlet, hiszen a kristálynak több oldala is van, és a vonalak hol szabályosak, hol szabálytalanok. És ezek a vonalak egy kicsit olyanok, mint a dekonstruktivizmus. Ez köszön vissza az egész fürdőszoba koncepciójában is. Ezeket a szabálytalan vonalakat lehet látni a padlón, a falon és a mosdó belsejében is. Mindenhol ezek a szabálytalan vonalak találhatók, csak úgy, mint egy kristályon. Is a whole concept, and ez egy egységes koncepció. Lehet, hogy van olyan elem, amit egy másik